Sütés nélküli mézes kalács golyókat fogunk készíteni, amelyhez szükségünk lesz 25 deka darált kekszre, 10 deka margarinra és egy narancsnak a reszelt héjára. Úgy csak kérlek, hogy önts bele a tálkába. Rendben van. Ezután beleteszünk 2 evőkanál kakaóport, mire légy szíves tegyél bele. Jó lehet, jó púpos. Jó kicsit több lehet, semmi baj. Ezután beleöntünk 1/2 deciliter narancslevet. Gina, önts bele, légy szíves. Laura beleönti a 10 deka porcukrot. És végül beleteszünk 1 evőkanál mézes kalács fűszerkeveréket. Alaposan összegyúrjuk az összetevőket. Ha esetleg nem állna össze, akkor egy kis margarint adunk hozzá, vagy gyümölcslevet. Miután összegyúrtuk a tésztát, diónyi nagyságú golyókat formázunk belőle, és a végén kekszdarába forgatjuk, amibe beletettünk előzetesen egy pici mézes kalács fűszerkeveréket. Jó, tessék lányok! A golyóskákat mártjátok bele a kekszdarába. Jó, alaposan mindenhol fedje be a keksz. Nagyon ügyesek vagytok. Elkészültek a sütés nélküli mézes kalács golyóink. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, reméljük ti is el fogjátok majd készíteni.